A művelődési házba várták a község idős lakóit Nyársapáton ma délben. Minden évben megtartja az önkormányzat a nyugdíjas napot. A szépkorúak tisztelete és megbecsülése ugyanis különösen fontos a falu számára. Ezért szervezték számukra a mai köszöntést is. Azért, hogy együtt legyünk, együtt legyen a falunak azok a megbecsült tagjai, idősek, akik rengeteg, nagyon sok mindent tettek a településünkre, és én úgy hiszem, hogy nagyon megérdemlik azt, hogy egy ilyen kis vacsorával, meg kis műsorral kedveskedjünk nekik. Az idősek világnapja alkalmából a művelődési ház vezetője mondott köszöntőt. Szőke Piroska úgy fogalmazott, manapság a fiatalság kultusza terjed, vagyis, hogy csak a fiatalság az érték, pedig ez nem így van. A külsőségek világát éljük, és közben megfeledkezünk olyan tulajdonságokról és értékekről, amelyek éppen az idősödéssel járnak. És milyen jó, hogy ezek együtt járnak. Ilyen a derűs életszemlélet, a bölcs világlátás, a tengernyi tapasztalat, a türelem, a kitartás és a hit. Csupa olyan tulajdonság, amit csak az életkor előre haladtával lehet megszerezni. A nyársapáti nyugdíjasokat a polgármester is köszöntötte. Kis Miklós azt mondta, a község hálával tartozik az időseknek, hiszen nélkülük nem lenne a Nyársapát az a település, ami lett. Akik itt vagyunk most, Nyárspár nagyon sokat köszönhet önöknek, nektek, mert igazából ez a falu abban az időszakban épült föl. És én azt hiszem, hogy soha nem panaszkodtunk, hogy most ez kellene, az kellene. Mindig mindenki csinálta maga dolgát, építettük a települést, építettük a házakat, és sok-sok mindent megvalósítottunk. Kis Miklós a község elmúlt 18 évének eredményeiről, fejlesztéseiről is beszélt a nyugdíjasoknak. Az idősek világnapi programon a finom étel mellett kulturális csemegével is készült az önkormányzat. Műsort adott a Nyársapáti felnőtt énekkar, a Sodrás együttes, és természetesen színpadra lépett a Nyársapáti népdalkör is. A többszörös aranypálma és aranypálma nagydíjas nyársapáti népdalkör a mai fellépésre kiegészült a fiatalabb korosztállyal, így közösen köszöntötték a falu nyugdíjasait.